Na, sziasztok! Hát mostanában nem volt leveske, úgyhogy most dobok egy kis zöldséglevest. Hát, ha nektek is hasznotok válik. A legtöbb levesnek a hagyma adja az alapját. Úgyhogy van itt egy fél fehér hagyma. Azt beleteszem. Van itt egy kis fokhagyma, abból egy két gerezdet. Vizet rá. És van a mélyhűtőben, hát már kivettem belőle, ilyen összevágott mindenféle zöldség, sárgarépa, fehérrépa, zeller. Hát ebből most egy másfél maréknyit teszek bele. A végén úgy is nagyját leszűröm. Jó, a közben visszatesszük. Visszateszem, bocsánat. Itt nincs már más, úgy tehetnék bele. Alágyújtok. Egy kis só, az elengedhetetlen. Hát egy olyan fél evőkanálnyit. Körülbelül sasper kb. És akkor megpucolok még egy burgonyát is hozzá. Még olyasmit teszünk bele, hogy sütőtök belső rész. Az fogja adni az olajosságát is. Tulajdonképpen hát egy jó ízt kell, hogy adjon neki. Hát csak nem sok van abból a belső részből, mert ezek a kanadai sütőtökök, ezek elég tömények, tehát nem sok mag van benne. Megmosom a krumplit, és négy felé vágva, na legyen hat felé, beleteszem. Jó, akkor nézzük ezt a több belsőt. Hát ez így néz ki. Tegnap, amit ettem, de mivel ez elég kevés, most felbontunk egy tököt. Felbontok. Jó, ez a picike, ezt nem szeretem, mert hogy lehet rajta valamit csinálni. Na, ez már egy ömbörösebb dolog. Ugye nekünk ebből is most főleg a első része kell, vagyis a magja. Jaj, Lenes! Na, hát ez így néz ki belülről. Egy kanállal kikaparom a belé. És egyenesen teszem is a leveskébe. Többi részét meg majd este szépen megsütöm. Megint lesz egy kis nasi.
kell, hogy följön a magokból egy kis olaj. És talán még egy kis szint is ad neki. De ha nem ad, akkor teszünk bele kurkumát. Teszek bele. Na, nem tudom eldönteni, most többes számba beszéljek. Teszek bele. Egyes számba nem vagyok a tököl. Na, jól van. Hát répából se lehet sohasem elég. Ezt az egy kis répát, ezt meg hova rakjam, hova rakjam. Legyen útba. Ezt az egy kis répát még megpucolom. Akkor most benne vannak elméletileg a zöldségek. Még egy kis szemes borsot teszek bele. Mondjam, hogy melyik is lehet az. Nem túl jó a rendszerem, mert mindig keresgélni kell, hogy melyik dobozba a szemes bors megvan. Jó, ez is megvan. Ami maradt benne. Ez már jó lehet még. Legközelebb, na, akkor úgy nagyjából ezzel meg is vagyunk, főni kell neki. Kéne valami tésztaféle hozzá. Hát az még úgy a legegyszerűbb, ha csinálunk egy kis grízgaluskát. Búzadarából. Na, mi van itt már minden? Na, az kell nekem, egy tányér. Egy tojás. Egy tojáska. Oké. Pici sót teszünk a tojáshoz. Villába felverem cseppet, hogy hát ne egybe legyen. Na. Akkor megkeressük a búzadarát hozzá. Remélhetőleg van. Na, régen csináltam már, hogy nagyon szeretem. Hát azt igazán ilyen húsleves félékhez szokták. Tehát most nincs olyan hús, meg elég másodiknak a húsos rész. Úgy érzésre, olyan palacsinta tészta sűrűségűre beállítom ezt a keveréket. Hagyni kell egy olyan, hát fél órát jó lenne hagyni állni. Még meg nem fő a levesünk. Levesen, levesünk, mindegy. Hát azért talán kicsit sűrűbb le, mint a palacsinta tészta. Nem baj. Lehetne ebbe is akár zöld petezselymet tenni. Én inkább a levesbe szeretném. Na, akkor ez áldogál. A levesként majd felfő, arra kell figyelni, hogy ne fusson ki, tehát azért itt lenne a közelbe. Ó, hát van is itt egy kicsi házi tészta, na minden. Na, akkor egészségünkre csillió. Várunk. Na szóval, annyi történt idáig, hogy elővettem egy kis lábast, és félig megtartottam vízzel, oda tettem forni. Ha felfort, akkor beleszaggatom a daragaluskát. Szerintem ez hamar fog menni. Megkóstoltam a leveskét. Hát úgy éreztem, hogy nem szeretem, de egy fél kanálnyi ételizősítőt tettem bele. Biztos, ami biztos. Ezek általában tele vannak sóval, úgyhogy lehet, hogy így meg sós lesz. De a tésztában nem teszek sót, és akkor vagy keveset tettem már, nem tudom, mindegy. Aztán reméljük, hogy jó lesz. Akkor most beleszedettem a daragaluskákat, grízgaluskát a forró vízbe. Hábbé ekkorákat.
Hát én lehet, hogy szép, majd magam szép lassan. Főzöm egy kicsit, aztán kiszedem. Na, szerintem már jó lesz a krétaluska. És hogy azt lekapcsoltam, és akkor leszűröm. Hát egy darab valószínűleg szép ment benne. Benne van a papiba, valahogy megkavartam, amikor nem kellett volna még. Hát akkor mindegy. Szedek egy keveset ide, pár darabot. Hát eddig túl is főtt. Van egy kicsit olyan érzésem. Az is lehet, hogy ebből lesz videó. Na. Én szerintem jónak kell lenni már ennek a levesnek. Igen. Úgyhogy most akkor lekapcsolom a gázt. És szűrök egy kis leves. Hú, de jó van itt. Ezt a mindenit. Most egy kicsit sárgalépő a gépa belemegy, ez nem gond szerintem. Oké. Okay. Répácska is, krumplicska is. Jó van, többit majd leszűröm. Ez egy szép kis. Hát nem nagyon lett sárga, azt nem mondtok, nem? Most akkor megmutatom nektek is. Tudom, látszik-e? Szóval ilyen lett a leveskénk. Úgyhogy akkor én most ezt leműnőség ellenőrzöm. Igaz, hogy még nagyon forró. Úgy is enni, hogy tesz rá az ember egy pici őrölt borsot. Ha már tél van, akkor kicsit melegítsen. A bors az ilyen melegítő fűszer. Hát legalábbis én delet érzek, egy-két fok volt itt ma nálunk. És... Ó, bakker, nem vettem citromot. Egy kis citromlevet akartam beletenni, mert az nagyon kellemes friss ízt ad neki. Mivel citromom nincs, csak fagyasztott citromdarabom, így azt teszem bele. Ez kicsit le is hűti, meg ad neki egy finom, kellemes, friss ízt. Hát jó étvágyat kívánok mindenkinek, ha ilyesmit csinál. Hát, ha tetszett, ti is csináljátok, ne féljetek a főzéstől. Azt tesztek bele, amit akartok, ami szimpatikus. Rossz nem lehet. Sziasztok!